Kedves nézőink, jótékonykodunk tovább, hogyha délelőtt kifutották magukat az erdei tornapályán, március 9-én, akkor délután érdemes ellátogatni Balkányba, ahol Póta Regina gyógykezelésének támogatására tart jótékonysági előadást a Primavera Balett Együttes. Hát erről beszélgetünk, jó estét kívánunk! Feketéni Kun Ildikó, Nívó és Tehetségekért díjas balettmester és Párosi László Balkány polgármestere a vendégünk. Nagyon jó dolog jót tenni, és ugye Ildikó, azért a te pályafutásod az arról szólt, hogy rengetegszer állítottad színpadra a tanítványaidat, és gondolom, hogy nem az első olyan alkalom, amikor valamilyen jó ügyért táncolnak a tanítványaid. Hogy jött az ötlet? Először a Kelet-Magyarországba olvastam a cikket, de akkor még nem gondoltam, nem hoztam összefüggésbe a Primavera Balett Együttessel. Csak valamelyik szombaton tökéletesen táncoltak a gyerekek végre már, és mondtam, hogy hoppá, akkor elmegyünk Balkányba. Most már van olyan a műsor színvonala, hogy kiléphetünk, megmutathatjuk, és dolgozhatunk a Regináért, mert miért ne tegyük meg, ha megtehetjük. Akkor egy picit mesélj erről az előadásról. Mi mindent láthatnak majd Balkányban azok, akik szeretnének részt venni egy ilyen jótékonysági előadáson? Izgalmas programot állítottam össze, igyekeztem nagyon változatos dolgokat. A Carmina Burana első tételét Orff-tól például megkoreografáltam, ami egy kicsit extra, de a Rosszul őrzött lány fináléját is, ami igazi klasszikus balett, de Carreras énekével a Mentenant, ami megint egy kicsit modern és igazi kis klasszikusok. A Kánkán is benne van, hiszen az újévi koncerten előadtuk, és nagyon jó benne a Primavera, úgyhogy azzal fogjuk majd zárni az első fél időt. És a második pedig egy nagyon érdekes kísérlet, az a címe, hogy Aquaticum, és ez Vangelis zenére készült, héliumos légömbbel táncolnak a gyerekek, hogy éreztessük, hogy ez tényleg az akváriumban játszódik, úgyhogy nagyon kilóttak a légömbbel, de én szerintem már jó. Nagyon hatásos, úgy érzem, és remélem, hogy aki eljön erre a csodálatos estre, ami Balkányban lesz, és amire örömmel készül az együttes, sőt, fölcsillant a szemük, mert két évvel ezelőtt Kislétán is voltunk, ottani gyermekgondozóval, autista gyerekekkel foglalkoznak, és nagyon-nagyon szeretnek ilyen helyeken föllépni, mert érzik, hogy adhatnak is valamit, és az nagyon fontos, hogy megtanulják, hogy adni is kell. Polgármester úr, hogy történt maga a megkeresés, vagy mennyire megszokott az, hogy... Van egy kicsi balkányi vonzata is, ugye, és meg kell, hogy említsem Bagoly Balázsnak a nevét, akinek a kislánya ide jár, és itt balettozik, és ő keresett meg engem személyesen, hogy mit szólnék egy ilyen rendezvényhez. Természetesen én nagyon örültem, és minden tekintetben támogattam ezt, hogy ez a rendezvény létrejöjjön, és sajnos ez a kislánynak egy súlyos genetikai rendellenessége van, a koponyacsontoknak az ízületei csontosodtak össze, és súlyos, csak Franciaországban műthető, több millió forintba kerül. A település lakosságában többször összeálltunk, és próbáltunk már segíteni a gyereken, de még nem jött össze az a pénz, amelybe ezt a műtétet meg lehetne csinálni, és egyedüli műtét, egyedül Franciaországban csinálják ezt a műtétet egy professzor. Lehet azt tudni, hogy mennyi összeg gyűlt már eddig össze, illetve hogy mennyire lenne még szükség? Az összegről én nem tudok nyilatkozni, azt a család tudja. Annyit tudok mondani, hogy legutoljára karácsonykor álltunk össze jó páran, és egy süteményes vásárban próbáltunk jótékonykodni. Nagyon nagy sikere volt, és szinte 10 órára elfogyott az összes süteményt, amit az asszonyok felajánlásból sütöttek, és azt természetesen jótékony célra felajánlották, és ebből is folyt be egy összeg. Illetve folyamatosan nyitva van egy számlaszám, amelyben be lehet fizetni bárki, még Balkányban, megjelent a Kelet-Magyarországban is, megjelent a balkányi beszélőben, a helyi újságban is. Tehát folyamatosan gyűjtik, de még nem jött össze ez a pénz, és én úgy gondoltam, hogy ez az alkalom, akkor kössük össze ezt a rendezvényt ennek a Reginának, a szüleinek a segítségével, és ez az alkalom, ez természetesen nem csak egy balett előadás lesz, hanem kihelyezett turnákba a balkányiak és a
résztvevők is helyezhetnek el adományokat. Természetesen önkéntesen is ki mennyit gondol, de én úgy gondolom, hogy ezzel is tudunk segíteni, és nagyon szépen köszönjük, hogy ez ott lesz Balkányban, és egy balettet is látunk, sok más rendezvényünk van, színházi előadástól, operaénekes, népdáncok, minden van. Akartam kérdezni, hogy polgármester úr, hogy áll a balettcipővel, meg a balettel? Hát a lányom balettozott nagyon-nagyon régen, ő balettcipőbe járt, azt hiszem két-három évet balettozott, úgyhogy nem annyira nem idegen apamként apa a balett. Apa azért látta egy-két előadásban, persze, azért gondolom, vizsgaelőadásban. Vannak fogalmaim a balettről, így még előadást végig nem ültem, de most meg fogom tenni. Ha már Balkányba jönnek, akkor végig fogom ülni biztosan az előadást. Azt gondolom, hogy nyilván a szülőkkel beszélgetni egy nagyon nehéz beszélgetés lenne, hiszen nagyon sok fájdalom és küzdelem az, ami egy beteg gyermeknek a gyógyítását és nevelését jelenti, és tényleg azt a reményt kell éltetni, ami igenis az utolsó pillanatig egy szülőben ott van, bármilyen, akár egy apróbb problémája van a gyermekének. Ők is ott lesznek, vagy a család is ott lesz az előadáson? Sajnos a gyerek állandó felügyeletet igényel. Én jeleztem a családnak, hogy ez meg fog valósulni. Egyelőre úgy néz ki, hogy valamilyen szinten valószínű, hogy a feleség el fog tudni jönni, valakit megkér, valamelyik rokonát megkéri. Természetesen a családból biztos valaki tehát meg fog jelenni. Tehát lesz képviselő. Aki képviseli. Azt most nem ígérem meg, hogy a pont az édesanyja, mert nem tudom ezt bevállalni, de hogy a családból, közeli hozzátartozókból többen ott lesznek, ez biztos. Hát, már csak jó, azért, mert ahogy ugye Ildikó mondtad, hogy igen, meg kell tanítani a gyerekeket arra, hogy milyen jó dolog segíteni és jót tenni, de tudom, hogy ilyenkor azért jó látni azt, hogy valóban valaki ott van, és jó táncolni tulajdonképpen úgy, hogy közvetlenül is van képviselője ennek a nemes ügynek. Már csak egy pár másodpercünk maradt. Hogy alakul a Primavera élete? Lassan itt a tavasz, úgyhogy gondolom, hogy dübörög mindenféle terv és koreográfia ötlete a te fejedben, Ildikó. Föl vannak pörgetve természetesen, de a március 9-i előadás miatt is hamarabb kell készen lennünk, úgy a jelmezeknek, mint a koreográfiáknak, hogy az gyönyörűen és egyszerre menjen, ha csoportos táncról van szó. Nagyon szép a primavérás szülőktől, hogy végül is igyekeznek minél hamarabb a jelmezt megcsináltatni, mert mindenkinek nyilván csináltatják a jelmezt. Mindenki a saját kocsijával hozza ki a növendéket, és a fellépésre természetesen ők is részt vesznek, és ott lesznek. Tehát úgyhogy köszönöm nekik itt is. Március 9-én a Balkányi Művelődési Házban este 7 órától? 5 órától. 17 óra. 17 órától várunk mindenkit szeretettel. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen. Mi is köszönjük.